Szia, Gyümesi Krisztina vagyok, és egy gerinctréning kapszulát szeretnék veled megosztani. Most éppen a gerinctréning anyagot dolgozom fel újra és újra, mélyítem magamban, és itt a medence csípő területével foglalkozom mélyebben, és egy próbára azt szeretnélek megkérni, hogy nézzük meg, hogy mennyire tudod bóbálni a lábadat. Készíthetsz magad mellé tehát odállhatsz egy bútor mellé, fal mellé, vagy hogyha van hengered, akkor abban is megkapaszkodhatsz, de hogyha nagyon jó az egyensúlyod, akkor csinálhatod mindezek nélkül is. Teljesen egyszerű dolgot fogok kérni, azt, amit gyerekkorunkban csak állásbeszélgetés közben csináltunk. Tehát, hogy kezd el lóbálni a lábadat, előre-hátra, tehát ha kell, akkor, ahogy mondtam, kapaszkodj meg, próbáld ki a másik lábaddal is. Egyrészt nézd meg, hogy van-e a két lábad között különbség, illetve azt kellene megfigyelned, hogy csinálsz-e ilyen, mondjuk ilyen mozdulatokat, tehát hogy esetleg nehezebbre esik-e a lábadat külön mozgatnod a tőle fentebb lévő testrészeidtől. Tehát, hogy elkezd a medencét billegni, elkezd a felső testedbe mozdulni. És akkor a másik, ott megkapaszkodhatsz magad előtt is, vagy magad mellett, és ez pedig oldalra. Jó, és hogyha megnézed, nem kezd el a felső testem kimozdulni, nem kezd el a csípőm billegni, jöhet a másik láb is. Hogyha azt tapasztalod, hogy nem megy könnyedén a mozgás, mondjuk valahol nem is lendül úgy a lábad, ahogyan szeretnéd, hátra, előre, oldalra, akkor valahol ezen a területen feszességbeszűkülés lehet, akkor várlak téged a gerinctréningre, szeretettel, ahol nem csak ezzel fogunk foglalkozni, hanem elindulunk lentről a talp, a boltozatokat megvizsgáljuk, a bokaizületet, és aztán egyszer csak majd el fogunk jutni a nyakig, és addigra minden mozgásodat teljesen újra tanuljuk, minden beszűkült területet kilazítunk, a gyengéket megerősítjük, tehát helyre tesszük azt, amit helyre kell tenni. Ezt a láblóbálást egyébként, hogyha minden nap csinálod, akkor ez a kötőszöveti rendszerednek, tehát a fasciádnak, annak a hártyának, ami bevonja az izmokat, azt nagyon szépen elkezdi rugalmasítani, mert a fascia az arra fog reagálni, hogyha ilyen húzó-rángató impulzusokat fog kapni. Amit a lóbálás mellé még hozzátehetsz, az az, hogyha egyszerűen csak így fölemelkedsz, leengeded magad nagyon gyorsan, szögdelsz mindenféle módon, tehát ez a fasciának mind-mind-mind jót fog tenni, de ha eljössz gerinctréningre, akkor speciálisan rátszabva adok feladatokat. Várlak szeretettel!